örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, hogy ilyen nagy számmal ide tetszettek jönni. Szeretnénk ebből a találkozóból tradíciót csinálni. Az azt jelenti, hogy minden szezon kezdete előtt szeretnénk, hogy a néző, közönség olyan közelebb kapcsolatba kerüljön a csapattal, játékosokkal, azaz, hogy jobban ismerjék meg, tudjanak velük beszélni, tudjanak tőlük kérdezni, amit szeretnének. Mondom, minden szezon előtt szeretnénk ilyet csinálni, oldani, és reméljük, hogy ez ilyen tradícióvá vált. Én elnézést kérek azért, hogy éppen ma ilyen időben csináltuk ezt a találkozót, de sajnos a csapatnak máskor nem volt jó, nem tudtuk megoldani. Tegnap érkeztek haza Tátrából, ma edzés, holnap megint mérkőzés, jövő héten mikrociklus, az azt jelenti, hogy már nem lehetne belelépni ebbe a ciklusba. Ezért még egyszer szeretettel köszöntöm Önöket, és remélem, hogy mindenki jól fogja érezni magát, és sok sikert kívánok. Dáj, hopp, Lázo, už je von vnútri, už mu dávaj, mě tam precupitá, dáj, dáj, hodni do opty! Ez a fölkészülés nagyon rövid volt, úgyhogy nem is nevezném fölkészülésnek. Tulajdonképpen a edzéseket is úgy állítottuk össze, hogy a játékosok a első fordulóra maximálisan föl legyenek készülve. Nagyon nagy pozitívum, hogy a keretnek a nagy része együtt maradt, úgyhogy végre átéltem azt, hogy az első edzésen nem csak három ismerős arccal találkoztam, hanem tízzel legalább, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum. Bízok benne, hogy a csapatot még a jövő hét folyamán sikerül úgy föltölteni, hogy ezt elképzeltük, és akkor azt hiszem, hogy minden csapatnak méltó ellenfele lehetünk. Játszottunk eddig három mérkőzést, első mérkőzésen 2-0-ra kikaptunk, másikon 1-1-et játszottunk, és az utolsó mérkőzésen 1-0-ra kikaptunk, de számomra a főkészülés alatt a eredmény az másodrendű, mindig azt nézzük, hogy a játékosok megoldják-e azt a feladatot, amit megbeszélünk a mérkőzés előtt. Természetesen figyelembe kell venni, hogy a játékosok a fölkészülés alatt más edzésmunkát végeznek el, mint a bajnoki mikrociklusok alatt, úgyhogy ez minden játékos fáradt volt, úgyhogy azért mondom, számomra a eredmények másodrendűek. Bízok benne, hogy a Trencsére jól fölkészülünk, ami megint negatívunk, hogy Műfőn játszunk Trencsénbe, úgyhogy holnap azért Szentsen is Műfőn fogunk játszani. Bízok benne, hogy a játékosok megtesznek mindent azért, hogy a szurkolóknak örömet okozzanak. Ha ma játszanánk, akkor az a kezdőcsapat hány poszton van már úgy stabilan meg biztosra? A elnök azt mondja 100%, én azt mondom, hogy 85-90%-ban már most megvan. Úgyhogy ahogy mondtam, a régi keretből többen maradtak. Még szeretnénk egy csatárt igazolni, aki tud gólt rúgni, úgyhogy remélem ez összejön, és akkor még eredményesebbek lehetünk, mint tavasszal volt. És van kilátásban ilyen csatár, aki gólt tud rúgni? Van. Ma is itt volt? Ma még nem volt. Oklascsák az egy cseh játékos, aki próbára jött, ma edzésen megnéztük, és holnap megnézzük mérkőzésen. Ő a U20-as világbajnokságon Kanadában, amikor Csehország másik helyen végzett, akkor stabilan játszott. Utána a másik srác, az a hosszajú, az egy szerb középhátvéd, aki szintén ma jött próbára, holnap megnézzük mérkőzés alatt, és van egy macedón csatár, Barisic a neve, azt is megnézzük holnap, úgyhogy ezek az újak. Azon kívül, aki itt volt meg, az a Struhár, akit ismernek, Antunovic, Horváth Béla, azt hiszem ez volt összes. Jó, és a Kocsis Gergő, igen. A többi pedig, akik már játszottak előkészületi meccset is, tehát nem ma jelentek meg itt először, vannak itt nagyon fiatal és tehetséges középhátvéd, Tóth Mário, Szencről, Kovács Alan, aki a harmadik liga gólkirálya volt, a Slovanból jött, Roman Sabler, szintén Szencről, aki tavaly még Trencsénben játszott, ő volt a U19-es ligának a gólkirálya. Itt volt szintén egy fiatal játékos, Szépe Jani, aki a Slovanban játszott legutóbb,
aztán láthatták Králik Csabát, aki úgy néz ki, hogy reméljük végre újra csatasorba áll. Kocsis Gergelyt ugye mondtad. Kapu mögött volt az a fekete csatár, az a Peter Norach, Nagyszombatból, és még van itt még egy nagyon fiatal, 17, még nincs 17 éves, a Csernák Roland, aki Tőketerebes Trevisóból érkezett. Miki, milyen gondokkal küzdködtetek most a felkészülés alatt? Nem is mondanám gondoknak, amik most voltak, mert ettől sokkal nagyobb gondokkal kellett küzdenem ezelőtt. Legnagyobb probléma számomra az volt, hogy a Gergel elment, nem Szenyicára ment, hanem Lengyelországba, úgyhogy ez egy jó hír, és annak a pótlását, hogy megoldjuk. Ahogy mondtam, a többi játékos itt maradt, úgyhogy most kellemesebb gondokkal küzdöttük, mint a pár hónap ezelőtt. Közben figyeljük, gondolom, ellenfeleket is, ugye, hogy mennyire erősítettek, stb. Mit vársz ettől a csapattól a bajnokságban? Ahogy mondtam, bízok benne, hogy a minden mérkőzésen, amit tudok ígérni, hogy a játékosok első perctől utolsóig küzdeni fognak. Bízok benne, hogy jobb játékot fogunk játszani, mint játszottunk, mert tavasszal főleg a eredményekre koncentráltunk, de ez természetesen nem megy egyik napról a másikra, úgyhogy ez egy hosszabb folyamat. Úgyhogy mindenképpen ott szeretnénk folytatni, ahol tavasszal befejeztük. Sziasztok! Otto, hogy értékeled te a felkészülést? Ahogy a Miki mondta, hogy nem az eredmények a fontosak. A lényeg az, hogy nem sérült meg senki, ami a legfontosabb, hogy a csapat egyben maradjon és ne el senki. Kár, hogy a tény, hogy Ákos nem fog még pár meccset játszani, de ő sajnos megsérült. De azon kívül nem sérült meg senki, és ez a legfontosabb. Az eredmények voltak pozitív, negatív irányba is, de voltak nagyon jó meccsek, voltak jó megmozdulások, és a lényeg, hogy ilyen meccsekből kell a pozitívot és a negatívot kivenni, és abból tanulni. És hogy veszitek egyáltalán a felkészülést? Tehát volt egy fantasztikus tavasz, jó meccsekkel, hatalmas nézősereggel, szóval élmény volt minden hétvége, és aztán jött egy ilyen, hát nevezzük így ilyen süket időszak, vagy üres időszak. Élveztük ezt a, meg mindig úgy lehet mondani, ez öröm, de most már jövő héten már elmúlt. Ez már múlt lesz, úgyhogy jön egy új szezon, új kihívás, és minden meccset várni fogjuk, és próbálnak mindent kihozni magunkból. Mit vársz, mi lehet a cél ebben az előttünk lévő szezonban? Előre látni ezeket a dolgokat nem lehet. Tény, hogy minden hétvégén, vagyis minden a következő meccs a legfontosabb, és azt a meccset próbáljuk megnyerni, és a végén összeszámoljuk, hogy mire lett elég. A szurkolóktól mit vársz? Ugyanazt, amit eddig. Ha már ti is elvárjátok mi tőlünk. Úgyhogy még azt kell mondjam, hogy most is köszönjük, hogy itt vagytok, de várunk titeket minden hétvégén. A szabadrugásokat most is gyakorolod? Muszáj, ne menjek ki a formából, igen. Akkor hány gólt várhatunk tőled? Vagy mivel lennéd elégedett, így kérdezem? Nekem igazából mindegy, kirúgja a gólt, csak én legyek. Nem. Most már ugye megvolt a 3 gól, próbálom überelni, hogyha 4-jel. Nem lesz könnyű, de nem lehetetlen. Zdravím. Palo, vítaj. Tak spýtame sa aj teba, ako hodnotíš prípravu, ktorá je troška nešpecifická tým, že je naozaj krátka? Tak bola krátka, bola intenzívna, určite neboli možno až také makačky, pán Boh zaplať, ako v zime. Takže pre nás je to možno výhoda a tešíme sa na ligu, pretože každý futbalista sa teší na zápasy a nie na tréningy. V lete sem prišiel nový tréner brankárov. Vidím ho tam vzadu, takže môžeš ho pochváliť takto verejne, bude to počuť. Ako ho hodnotíš? Čo sa zmenilo jeho príchodom? Tak je to mladý chlapec, ktorý určite chce napredovať a super je na ňom to, že komunikuje s nami v podstate. Myslím, že máme otvorený vzťah a tréningy sú veľmi kvalitné. Ide o to hlavne medzi trénerom a hráčom je podstatné to, že je tam tá komunikácia a nesnaží sa niekto niečo dokazovať niekomu. Možno každý brankér je iný. Samozrejme, že stále sa môže niekto niečo nové naučiť, ale
ale v podstate snaží sa nájsť to najlepšie v niektorom v tom nás a napredovať. Zatiaľ je to krátko hodnotiť, ale ja si myslím, že tréningy sme veľmi spokojní, ale podstatné je to, že komunikujeme medzi sebou. Ale koľko ty máš centimetrov, tak sa nepríjemne cítim pri tebe. A mô pätky možno, ne? 193 sa myslím, že ideálne na brankára. Tak to je ideálne, hej. Dobre, a čo sa týka tých prípravných zápasov, boli súperi, ktorí nás preverili poriadne? Tak už len možno tie mená, proste druhá ruská liga, Wisla Krakov, Matersburg, okay, ale ja si myslím, že boli to zápasy dôležité, ale hlavne prišlo dosť zase veľa nových hráčov, takže sa to opäť potočilo. Musel tréner vyskúšať ich v zápase vidieť a ja si myslím, že áno, ale preverili nás. Hlavne ešte stále sa nejak tvorí tá zostava a ja verím, že sa nájde to zoskupenie a podarí sa nám hrať dobrý futbol. Tebe sa po jarnej sezóne skončilo hosťovanie u nás. Už ste sa dohodli na zmluve novej? Ak áno, tak dokedy? Zatiaľ sme sa v podstate nie je podpísané, ale dohodnutí sme, takže v priebehu týždňa by sa malo podpísať a bude to na rok. Hosťovanie alebo prestup? Prestup. Gratulujeme.